A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére több programmal is készültek 60-ban. Ennek nyitánya az Ady Endre Könyvtárban tartott rendezvény volt, ahol Szabó Zsolt polgármester hazánk kultúrájának sokszínűségét hangsúlyozta. Kiemelte, büszkének kell lennünk páratlan gyűjteményeinkre, mesevilágunkra, íróinkra, költőinkre. Ugyanakkor emlékeztetett arra, ahhoz, hogy a kultúránk tovább éljen, forgatnunk is kell ezeket a műveket. Az év minden napján mindannyian emlékezzünk oly módon, hogy olvassunk és tanuljunk verseket, olvassunk regényeket, és hát nekem egyik kedvencem Jókai Mór. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ha csak egy évben egy ilyen regényt elolvasunk a nagyoktól, például Jókai Mórtól, már azzal legyünk gazdagabbak, és így tudjunk emlékezni. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén Takaró Mihály irodalomtörténész a Magyar Kultúra Tegnap, Ma és Holnap című előadásában többi között arra is rávilágított, hogy az elmúlt évszázadokban a nemzeti kultúra, a magyarság bevehetetlen vára volt. Nem volt olyan hadsereg, ami le tudta volna rombolni. Hiába jöttek végzetesnek szánt csapások, Mohács és Trianon után is sikerült az országot fenntartani, holott halálos ítéletet mondtak felettünk. Mi mégis itt vagyunk, s mindezt a kultúránknak köszönhetjük. A kultúra egy adott társadalom minden ismeretének, mindazon ismeretének összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és mik a normák az életünkben. A valódi kultúra egyébként, hallgatóim is nagyon kevesen tudják, hogy milyen összefüggés van a kultúra szó és a kultusz szó között, az mindig a kultuszból eredt. A kultúra születése az a kultuszban van, és onnan is származik. És amikor ez megszűnik, akkor a kultúra betegedni kezd. Ha valaki ezt nem hinni, nézzen rá a 21. századi világkultúrára, arra a szubkultúrává váló valamire, amely nem értékeket hordoz, hanem éppen az értékek ellen lép föl. Takaró Mihály hangsúlyozta, akkor is magyar kultúráról beszélünk, ha az öltözködés, az életmód, vagy éppen az étkezés a téma. Bár az egyik legfontosabb, de mégsem a nyelv az egyedüli hordozója a kultúránknak.